A röplabda szabadban űzött változata egyre népszerűbb Magyarországon is, mind a felnőtteknél, mind az utánpótlás korúaknál nő azoknak a száma, akik a homokos pályán ütik a labdát. A három fordulós, majd döntővel záruló országos bajnokság első körét Tatán tudták le a párosok. A második fordulónak péntektől vasárnapi Nyíregyháza ad otthont. A felnőtteknél összesen 49 dúó lép majd pályára. De a tatai fordulónk extra jól sikerült szerintem. Nagyot léptünk előre az egész rendezvény színvonalában tavalyhoz képest. Nagyon jó mérkőzéseket láthattunk, ott is a felnőtt verseny mellett utánpótlás versenyünk is volt, és ugyanerre készülünk Nyíregyházán is. A rekordszámú nevezőnk lett Nyíregyházára, hiszen a tatai forduló az még egy kicsit korán volt, ezért akkor még egyetemi bajnokság, más teremversenyek zajlottak még, úgyhogy azok a játékosok, akiknek akkor még kötelezettségeik voltak teremben, azok erre a nyíregyházi hétvégére már be tudnak kapcsolódni az országos bajnokságba. Itt pénteken kezdődik a felnőtt verseny selejtezője, illetve az U14-es lánykorosztálynak lesz pénteken versenye, míg vasárnap az U18-as korosztálynak. Szombaton a felnőtteknél lesz a főtáblás nap, illetve vasárnap az elődöntőkre, a bronzmérkőzésekre és a döntőkre kerül majd sor. Tatán a férfiaknál a Kis Dániel Takács Gergely, míg a nőknél a Luther Eszter Szombathelyi Szandra páros győzött. Utóbbi játékos teremben Európa Liga győztesnek és Európa bajnoki résztvevőnek mondhatja magát, de a jövőben már a strandröplabdában szeretne sikereket elérni. Én teremröplabdáztam eddig februárig, én ugye most kezdtem el februártól strandröplabdázok, és hát nem lehet összehasonlítani, tehát maga az, hogy kint vagyunk a szabadban, jó időben, néha persze esik is az eső, de ezt bele kell számítani. Én nekem azt kell, hogy mondjam, az ízületeknek is sokkal kimélőbb, nekem én nagyon tértfájós voltam, és lekopogom most, hála jó ég, egyáltalán nincsen semmi problémám. Úgyhogy ízület kimélő, nagyon jó a helyszín, ketten vagyunk, így mindig itt nincsen csere lehetőség, tehát mindig a pályán van az ember, aki hogyha játszani szeretne. És hát hatalmas, tehát hogyha megvannak a párosok, és az, velük együtt tudunk lenni, azért nagyon jó élmény, és így játszani. Mi ismét nyerni szeretnénk, de ezt nem tudjuk hangsúlyozni, ugyanúgy az összes többi páros is nyerni szeretne, úgyhogy egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Ugyanúgy, mint Tatán se volt könnyű dolgunk, igaz, veretlenül nyertünk, de azért azok a mérkőzések elég kemények voltak, úgyhogy mi ismét ugyanilyen kemény mérkőzésekre számítunk, és a győzelemért megyünk. A nyíregyházi fordulót követően júliusban még Dunaújvárosban lesz egy kör, majd a három tornán megszerzett pontok alapján nemenként a legjobb 16-16 páros kerül az augusztusi budapesti döntőbe.